Ebben a részben ismét Vas Krisztiánnal beszélgetünk, akivel már volt korábban egy beszélgetésünk egészen konkrétan arról, hogy milyen a kuvaszok helyzete Kanadában, ahol ő él hosszú ideje már. A mostani beszélgetésünknek többféle apropója is van. Ezek közül az egyik, hogy a legutóbbi beszélgetés óta Krisztián tulajdonképpen kiköltözött a vadonba, tehát távol a várostól, és egy olyan környezetben él, ahol a kutyái szinte napi szinten kerülnek szembe ottani nagy ragadozókkal, medvékkel, kojotokkal, időnként farkasokkal. Először is arra szeretnék megkérni, Krisztián, hogy meséld el a nézőknek, hogy hova költöztél most, milyen körülmények között élsz, és aztán rátérünk arra, hogy mik a tapasztalatok azzal kapcsolatban, egészen konkrétan a te tapasztalataid, hogy a kuvaszok hogyan állják meg a helyüket egy ilyen helyzetben. Hát jó reggelt kívánok, vagyis jó napot már Magyarországon. Hát egy évvel ezelőtt kiköltöztünk ide erre a tanyára, ugye akkor volt ennek a Covid-nak, meg a pandémiának a csúcsa itt, és hát sok ember azt akarta, hogy menjen minél messzebb a várostól, meg nyugalmasabb legyen. Itt, ahol most vagyok, itt van 5 acre, ami átváltva a magyar mércére, az 2 hektár. A 2 kilométerre meg a feljebb van még egy gyákünk, ahol van 25 acre, ami körülbelül 10 hektár. Szóval ez a 2 telk között vannak a kutyák. A kisebb telken van a házunk, az egy tanya, a nagyobb telken meg kezdenünk majd építkezni. Úgyhogy a kutyák ott is vannak, meg itt is vannak. Senki nincs körülöttünk, egyáltalán szomszédom nincsen, egyáltalán egy ember itt nincsen, egyedül annyi van, hogy van nagyon sok ragadozó. A kojottok, ha nincsenek kutyák, napi szinten bejönnek ide. Úgy volt, hogy ide hurcokkodtunk, és akkor még a kutyákat nem hoztam ide, ugye ide jöttünk, és pár hétig nem volt kutya, az ajtó elé jöttek fel, és lefeküdtek. Ez hihetetlen volt. A feleségem félt kimenni. Amikor hoztam egy szukát ide, egy szukát, amit kölcsönöztem egy tenyésztésre, még akkor is jártak. Szóval az egy szuka se tudta őket eltávolítani. És amikor kiskutyái voltak, akkor meg különösen jártak be, mert azt nézték, hogy lehetne ezeket megenni. Na, utána, amikor hoztam még 2 kutyát, 2 felnőttet, akkor megálltak közvetlen jönni fel ide. De még mindig látom, hogy távlabban megkerülik a tanyát. És vannak, hát azt mondom, ha nem napi, de legalább párszor hetente olyan helyzetek, hogy próbálnak betolakodni, a kutyák visszanyomják őket, és ilyen kisebb viták, meg csaták. Volt, hogy összetűztek, hogy kellett, kisebb ilyen verekedések voltak, de annyira okosak azok az állatok is, hogy tudják, hogy nem kell kockáztassák az életüket. Ami az érdekesség az egészben, ami nekem a legfontosabb az, hogy ez az igazi módja annak, hogy tudjak szelektálni. És hogy tudjam látni az én saját állományomat, hogy melyik kutya mire való, melyik kutya milyen jó, vagy meghatározott esetben melyik kutya nem jó. És a reakciójuk, meg a viselkedésük, az igazi ragadozókkal szemben, az valóban az embernek a szemét kinyis. Mert egy dolog az azt mondani, hát a kutya kemény, meg így, meg úgy. De addig ez nem tűnik fel igazán, milyen a kutya, még mondom, még nincs egy igazi helyzet. És kérdezte a tapasztalatot. De azt mondom, azt tapasztalom, hogy kutyáknak igazán 4 fajta reakciót lát. Van olyan kutya, ami borzasztó bátor. Ami azt próbálja csinálni, hogy megy neki, széttépni, de ugye ez nem jó. Ez nem jó, mert az a kutya túl messze megy, az a kutya túl merész, az a kutya lehet nem jön vissza. A második reakció, ami azt mondom, hogy nagyon jó reakció, amikor pontosan a kutya jó viselkedik, nem fél, kiméri a helyzetet, látod a test felépítését, látod a tartását, hogy felborzolja a szőrét, figyeli, ha kell, megy előre, de nem ilyen vakmerő, öngyilkos mód. A harmadik reakció félelem. Vannak kutyák, nekem is van olyan kutyám, hogy egyszerűen, ha megérzi a vadat már, fél. Különösen az ilyen farkas, kojot féle kutya, ez a kutyafélékkel, van bennük egy ilyen, nem tudom, ilyen ősi ösztön, vagy valami, hogy egyszerűen a kutya nagyon fél.
Még annyi, az is elég, megmondom őszintén, hogyha kimegyünk, és az üröléket megtaláljuk, hogy ahol ezek piszkítottak, már attól fél, nem mert közelébe megy, kikerül. Úgyhogy ilyen kutyát most azt csinálom, hogy ezeket szelektálom ki, így ezeket el kell távolítani. A negyedik reakció meg, amit vettem észre, ami nekem nagyon-nagyon érdekes, igazán nem értem, az meg az ilyen semleges reakció. Mit akarok ezzel mondani? Hát az, hogy nem csinálok kutya semmit. Se nem fél, se nem figyel fel a vadra, se nem támadja, ha kell, semmit nem csinál. Úgy veszi, mintha nem létezik. Ezt sem nem értem, hogy az azért van, mert a kutya esetleg fél, és próbálja magát kikapcsolni a helyzetből, vagy valóban valamilyen ösztönhiány van, vagy valamilyen, nem tudom, olyan szelekción ment át az a meghatározott kutya már, hogy nem a vadra reagál, csak inkább házőrző, nem tudom. De ezt a fajtát is szerintem ki kell szelektálni, mert ez se nem korrekt ami illeti a vadat. Most a vadról mondva, hát ugye mondtad, hogy vannak különböző. Van itt farkas, van kojot, van medve, fekete medve, van puma is, de az ritkábban. Van jávorszarvas, amire úgy szintén a kutyák nagyon kell felfigyeljenek, mert az, ha bejön az anyára, az képes agresszív lenni és letaposni valakit. Azokat is ki kell távolítani. Úgyhogy a medvével egész másképp viselkedik. Érted? A medvét nem úgy félni. A kojottól, meg ezektől a farkasfajtáktól, és miért mondom farkasfajták? Mert vannak hibridek. Vannak olyan egyedek, hogy amikor a vadászok is lelövik például, nem tudják, hogy igazán az farkas vagy kojó. Valamikor kivesznek egy DNS mintát, és beküldik a minisztériumba, hogy megtudják, hogy igazán miből van. Na ezek az egyedek, ezek bírnak lenni olyan, hát 30 kilósak, 35 kilósak is tudnak lenni kanok. És sok esetben ilyen kojotféle hibridek, vagy így hívnak kojvulfnak, ezek vezetik ezeket a kojot falkát. És észre lehet venni, hogy egyszerűen nem normális kojot. Nagyobb, amikor látod a nyomokat is látod, hogy nagyobb, látod az üröléket, látod, hogy nagyobb, érted? Nem az a normális. A másik, amit meg tudok neked mondani, hogy ugyanúgy, hogy én például figyelem a kutyákat és szelektálni próbálok. A kojotok ugyanúgy figyelik őket. És tudják pontosan, hogy melyik kutyám hogy viselkedik, hogy áll hozzá a dologhoz. A kutyákat próbálják folyamatosan vagy kicsalni, vagy elkapni, vagy olyan helyzetben megtalálni, amikor egy van, vagy kettő van. Igaz, hogy ezt mindig azt próbálom, hogy ne legyen úgy. Legalább mindig három van együtt. De volt olyan esetem például, hogy kimentem a tanyáról az erdőbe, hogy akaratból, hát tesztelgessem a kutyát. Tudom, hol vannak ezek a falkák, felmentem oda az erdőbe, mondom, nézzük, hogy viselkedik. És meghatározott kutyával nagyon közel lett. Olyan szintre közeledtek, hogy megmondom neked őszintén, Erik, hogy én, mint ember, megijedtem. Úgyhogy az emberben is van valamilyen ösztön, úgy látszik, hogy a farkasfélétől, hogy amikor elkezdenek vonyítani körülötted, és ott vannak 100 méter, és éppen, hogy bent vannak a bokorban, de nem látod őket. Mert ugye sötétben is csináltam. És látod a két kutyádat, és gondolod magadba, na most ez érdekes lesz. Most vagy ezek a kutyák megcsinálják, amit kell, vagy nem tudom, mi lesz. És azt vettem észre, hogy meghatározott kutyákkal nagyon közelednek. Nagyon merészek. És látom a kutyán, azokon a kutyákon, hogy figyelj, ezek a kutyák félnek. Ezek a kutyák nincsenek felkészülve arra, hogyha valami nagyobb baj lesz, vagy konfrontáció, hogy megállják a helyük. De úgy szintén van olyan kutyák, hogy akárhányszor, akármely nyomás alá teszik, mindig megállja a helyét. És azokkal nem próbálkoznak. Ott már távolabb tartanak, ott már elmennek. Igen, ezt hallottam én is, hogy a kojotok rendkívül intelligens állatok, és ugye olyan szempontból is nagyon releváns ez az információ, amit elmondasz, mert egy kojothoz nagyon sokban hasonló ragadozó terjed most Magyarországon az aranysakál, ami a kettejük közötti viselkedés mintákban nagyon sok hasonló található, habár nem azonos fajról van szó természetesen. Hogy szúrják ki a tapasztalataid alapján a gyengébb kutyákat a kojotok? Figyelnek téged? Vagy Figyelik a tanyát, folyamatosan figyel.
az hihetetlen megérteni, hogy még most is, amikor nem látod, figyelnek. Tehát figyelnek. Azért például a gyerek, nekem ugye 3,5 éves fiam van, még 8 hónapos fiam, a gyerek nem bír kint lenni maga. Még arra is veszély. Ez komolyan mondom, mert még Torontóban is, ha megnézed a városban, voltak támadások a gyerekekre, a városon belül. Úgyhogy itt 3 kutya legalább mindig kint kell legyen vele. Olvassák a kutyákat, figyelik a kutyákat. Például elkezdenek vonyítani. Mi a kutya reakciója? Visszapofázik nekik, vagy nem? Ha nagyon agresszívan visszaugat, akkor visszahúzódik. Úgyhogy én például azt tudom, hogy meghatározott helyzetben melyik kutya kint kell legyen, legalább egy, azokból, amit azt mondom, hogy a vezérkutyák. A többi utána csinálja vele, de a vezérkutyák nélkül ezek a másik kutyák elvesznek. Van például egy kutyám, amivel ezt megbírnám igazán egy konkrét példával mutatni, hogy működik ez. Egy 3 éves kanon van, ami ki volt helyezve, és én akaratból visszahoztam azért, hogy tenyészek vele. Ő előbb 200 juhot és 30 szaros marhát őrizett, maremannákkal volt falkán. Szóval maremanná nevelték, maremannák tanították be. Ez a kutya a legjobb ösztönökkel rendelkezik. Látszik az, hogy egyrészt genetika, de azt is látszik, hogy egyrészt megtanulta. És mondok egy példát, például itt, amikor megyek az út felé, a főút felé ki, van egy hely, ahol egy ilyen völgy. És én tudom, ez a két oldalon, ahol magasodik az út, ott szoktak beülni ezek a kölyök. Ott zsákmányul. Szóval ott mindig látok őznyomokat is, biztos az őzeket vadászák. Én ezzel a kutyával mentem ott ki, már hát sötét kezdett lenni, megyek vele, felemeli az órát, figyel, forog, látom rajta, hogy ideges. Amit valami van. Mondom, ne törődj vele, gyerünk tovább. Még egy 3-4 lépés megyek, a kutya elébe már, elvágja az utam. Arrább nyomom, mondom, gyere, megyünk. Még egy pár lépést, megint elébe már, és a fejével így megfogja, és így döfengem vissza, hogy fordulj vissza. Szóval ilyen intelligenciával rendelkezik, hogy ő tudja azt, hogy ott van egy farka, tudja azt, hogy ezt a farkát ő nem bírja legyőzni maga, akkor inkább forduljunk meg, és menjünk innen el. Na most ugyanez a fajta eset megtörtént egy kihelyezett szukával is, ahol a farmer nekem mesélt, hogy a lány elment a telknek a hátuljára, és ugyanígy a szuka a gyereket megpróbálta megfordítani. Most azt csináltam, hogy ezt a két kutyát összepárosítottam. Úgyhogy lesz most egy alom, ha minden jó megy, ahol ezek a kihelyezett, sikeresen bebizonyított kutyák lesznek együtt párosítva. És ugye ebből, ha sikerül, akkor lesz a harmadik generáció, már, ami azt mondom, a saját tenyésztése. Saját kennel nevem alatt, ami van. Mi a tapasztalatod az, hogy egy kuvasz mennyire állja meg a helyét egy ilyen helyzetben? Ez inkább vérvonal függő, tehát ezek a neves, Kanadába kerülő régi vérvonalak kutyái jobban válnak be, vagy igazából nem nagyon van ennek köze ehhez, Igen. Hanem egyéni képességek, ahogy születnek, stb. Egyik is, meg a másik is. Egyik is, meg a másik is, meg még hozzáteszem, hogy a kihelyezés is hozzájárul ahhoz. Szóval van egy fajta, hát betanítás is. De az nem emberi inkább, hanem hogy a falka mire tanította meg. De ha megnézem a vérvonalakat, figyelj, én használtam eddig körülbelül hát 10-12 vérvonalat legalább, ami magyar, ami itten is. Igen, vannak tendenciák, amiket én észreveszek, hogy meghatározott vérvonalak esetleg jobban működnek, jobban illeszkednek be. Mire gondolok? Az agresszivitás. Szóval vannak vérvonalak, amelyek emberre agresszív. Emberre menni. Ilyen kutyára azt mondanák odahaza, hát jó kemény. Igen. Emberre támad. De vadra, kutyára nem reagál. Meg ilyen kutyák esetek van olyan is, hogy a hangokra félnek. Most megint azt mondom, miért fontos ezek a hangok? Azért fontos, mert sok farmon úgy van gépezet is, úgy van fegyver is használva, azért, hogy a kutyáknak segítsenek, ha kell. Ugyanúgy, ha gyümölcsös, vagy mit tudom én, akkor riasszák a madarakat. Kutya nem bír félni a hangok. De vannak olyan kutyák, amelyek félnek. Amit én tapasztaltam eddig, az, hogy azok a kutyáim, amik jöttek ilyen, hát úgy mondjuk odahaza is tanyákról, vagy tanyafélékről,
jobban beváltak, jobban működnek, mint ezek az inkább nemesített fajták. De lehet azt mondani, hát az én, ez csak az én tapasztalatom. Én nem tudom, de én nekem megvannak most a saját preferenciáim, hogy mit szeretek, és mit keresek a kutyában. Az, hogy egy kutya legyen csak ember agresszív. Mert nézd, amit most is nézünk, például, ha nézed ezeket a bátorságpróbákat, amik vannak Magyarországon, meg ezeket a tenyészemleféle teszteket, ezt mindig csak emberre tesztel a kutyát. Soha nincsenek letesztelve kutyák. Soha nincsenek letesztelve vadra. És akkor megérdezik, miért kell a kutyára? Hát a kutyára nagyon fontos. Ha tudod, mert biztos, hogy tudod, hogy a keleti kultúrában mennyire tesztelik a kutyákat kutyával. Itt nem beszélünk ilyen klasszikus pitbull-féle bunyóztatásról. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy a kutyának az idegrendszere nagyon meg van mérhetve, amikor szembeszáll egy másik kutyával, és az is a helyzet, hogy sok esetben másik pásztorkutyák másik farmokról betolakoznak, vagy egyszerűen kutyák elszöknek, kóborolnak, és azok is nagyon nagy kárt tudnak okozni az állomány, gondolom a jószág. Tegnap egy ember ment itten, megáll velem, kérdezi, látod a két kutyámat? Mondom, milyen két kutyámat? Azt, hogy a két fekete orosz terrier elszök. Na most mit gondolsz, mi fog történni, ha az a két fekete orosz terrier ide feljön? Hát egyértelmű, hogy a kutyám neki megy. És másosorban jogosan is csinál. De azt is megmondom neked, Erik, hogy van kutyám, ami ilyen helyzetben nem úgy teljesít, ahogy kellene. Érted? De van olyan kutyám is, amit kipróbáltam folyamatosan, nagyon sok esetben, és úgy megy, mint az őrült. Tehát soha nem kell félni attól, hogy meghátrál. Most például megmondom neked, az Enta a szukám, az alapító szukám, ezen a szinten a legjobb és a legkemény. Hát ha akarsz hallani egy sztorit, elmesélek neked egy kisebb sztorit. Ahol éltünk előtt, ott volt egy ilyen kisebb falu, tudod, ebben a faluban volt egy, hát ilyen drogos ház. Ez egyértelmű, mindenki tudta, csak hogy miért a rendőrség nem tudta, azt nem tudta. Na jó, független. Az emberrel mindig szoktam beszélgetni, és jön nekem egy nap, és azt mondja, figyeld, én most vettem kánikorsz. Tudod, az milyen veszélyes? Hát mondtam, jó van, hát legyen veszélyes. Egyértelmű, hogy azért vette, hogy ez vigyáz a drogot. És egy nap megyek kint Szentával, és kint van ez a kánikorsz. Szabadon, póráz nélkül. Gondoltam magammal, ez érdekes. Jön felém, hogy ő majd jön támad. És a Zentának egy pillanat kellett, hogy megforduljon, neki ment, én nem tudom neked elmagyarázni, hogy percek alatt az a kutya elszökött. Na, ezt hívom jó kuvaszt. Érted? Ilyen helyzet. Volt esetem, hogy például a gyerekre rátámadott más kutya. Volt valódi igazi esetem, ami egy olyan helyzet volt, hogy azt mondom neked, hogy sose szerettem volna, hogy ilyen történjen. Egy ilyen német juhász keverék, megyek Attilával, a fiammal, hallom, morog ez a kutya. Másik pillanatban odafordultam Erik és a Zenta már a szájába tartott annak a kutyának a nyakát. Látod, ezt hívom igazi kuvasz. Azt is megmondom neked, hogy voltam helyzet kan kuvaszommal, amikor hasonló megtörtént, és a kutya összeomlott. Nekem kellett a másik kutyát leszedni róla. Úgyhogy itt van az, amit mondok neked, az ami a szelekció. Mert ugyanaz a kutya, ami a kutyára reagál, az a vadra is fog reagálni. Meg fordítva, ami nem reagál, az emit sem fog reagálni. Legalábbis ezt tapasztaltam eddig. Úgyhogy én szerintem, ami illeti ezeket a bátorságpróbákat, valahogy kellene inkorporálni azt, hogy a kutyára is hogy megy a másik kutya, a vadra hogy megy. Tudom, a vadra az nagyon nehéz, mert kell legyen vad, de szerintem ez nagyon fontos. Mert van olyan, mondom neked, van olyan kutyám, hogy kikötném például egy fához, 2 méteres láncra például, akárki közelébe jönne, tombolna, támad. De hidd el, nekem az nem kemény kutya. Érted? Igazán az igazi helyzetben, az igazi életben nem kemény kutya. Értem. Legutóbb, amikor beszélgettünk, említetted, hogy többféle
vérvonal található meg a Kanadában és az Egyesült Államokban élő és nevelkedő kuvaszoknál? Ezek régi magyar vérvonalak, vagy ezek újonnan felfedezett vérvonalak? Ezek tiszta a kuvasz vérvonalak, vagy mik a tapasztalataid ezzel kapcsolatban? Ez egy olyan kérdés, amire mindig ellen lesz mondva, azért, mert meghatározott emberek meghatározott körökben nem akarják tudni az igazi hátterét a kutyák. Érted? De ami a tény, és ha megnézed az adatbázist, ha belemész és visszaveteted a kutyák, és komolyan, komolyan megfogod és kutatod, vannak ugye itt régi magyar vérvonalú kutyák. Vannak régi spermák, amik le vannak fagyasztva. Nekem is a tulajdonomban van ilyen, meg van egy partneromnál ugyanilyen, amit majd várjuk, hogy mikor tudjuk használni. Ez 100% magyar vérvonal, mit tudom én, gödölőkerti, meg ilyen leszárazott kutyáktól. De vannak itt olyan vérvonalak is, úgy Kanadában, úgy Amerikában, úgy Brazíliában, úgy Argentinában, amelyeknek semmi köz, egyáltalán semmi közük nincs Magyarországhoz, egyáltalán semmi közük nincs a magyar állományhoz. És ezt visszavezetheted akármilyen messzire akarod, magyar felmenőt nem fogsz találni. Én neked el tudom mesélni, hogy a kanadai kutyáknak az alapító kutyák honnan jöttek, és hogy miért voltak ezek az itteni kutyák 5-6-10 évvel ezelőtt ennyire különbözők a magyar kutyák. Szóval az első, ha érdekel, ezt elmesélni. Igen, ha röviden elmondott, szerintem ez a nézők számára is kifejezetten érdekes az lehet. Az első négy kuvasz, ami Kanadába bekerült az 50-es évekbe, az ember hívták dr. József Szulák de Pap. Ő behozott három kutyát Németországból, meg egy kutyát Csehoszlovákiába. A csehoszlovák kutyát a Brnói állatkertbe hozta be. Elcserélt kanadai vaddibákat ért. Ez a kutya, ami Csehoszlovákiában ide került, ennek a neve volt Jasz za Luchachonski hor. Most ezt lehet, hogy én nem mondom egészen rendesen, mert nem tudok szlovákul. A lényeg az, hogy ez a kutya, ez egy elismert szlovák csuvacs kennelből volt. És ha belemész a csuvacs adatbázisba, ez a kutya szerepel benne. Ezt a kutyát behozták Kanadába, hogy meg mint nem tudom, de be lett honosítva, mint kuvasz, és utána lett használva és keresztezve ezekkel a német kutyákkal, amelyeket ugyanúgy, hogyha visszavezeted ezeket, nem fogsz találni semmi magyar összekötetés velük, és ezeknek az utódjai voltak az első alapított kutyák itt. És ugye akkor ezek folyamatosan lettek hát keverve, meg ugye utánpótlék lett hozva, utána 60-as, 70-es években jöttek be a magyar kuvaszok, kezdtek jönni be. De ami illeti az összes fenotípus, meg hogy miért néztek ezek a kutyák úgy ki, például nyitott szőr, rövid lába, hosszú törzs, nagyon gyenge pigmentáció. Most beszélünk olyan kutyákkal, meg minden áldott körme fehér, a hasalja, a rózsaszín. Hát itt van a példá is, itt van az igazi bizonyíték, hogy miért ezek ilyen. Tehát most manapság arról beszélnek, be kell hozni vérfrissítést. Hát jó, be kell hozni, biztos, hogy be kell hozni. De akkor nézzétek meg, hogy mit hoztok be. Mert nagyon könnyű azt mondani, hát mind magyar. Nem mind magyar. Nem mind magyar, és nem mindegyiknek van közvetlen összekötetése Magyarország. Annyit bírok neked megmondani, biztos, hogy amit az Antal Kovács másik világháború után összeszedett, nem tudom, 10-12 kutyák, azokhoz 100% semmi közük nincsen ezek. 100%. Na most, megint azt lehet mondani, hát tudod, hát a csuvacs meg az is kuvasz. Hát jó, lehet ezt mondani. Lehet. Ez is igaz is. De itt komolyan kellene hozzáállni a dolgokhoz, komolyan kellene kikérdezni a vérvonalakat, nem csak vakul elfogadni azt, amit mondanak, hogy hát az is magyar kutya, annak is magyar felmenő van. Érted? Mert csak ennyit hozzáteszek, mert ezek a kutyák, amit kérdezted a tapasztalatot, küllemileg, jellemileg, de még egészségileg is mások a magyar kuvaszok.
Én ilyenekkel érik tenyésztettem. Figyelj, én lehoztam 4 almot. Amerikai, kanadai, meg vegyes kutyák. De tudom pontosan, mi van benne. Magyarországon a kollégák azt mondják, hogy én csak ellenes vagyok a nyugati kutyákkel. Például. De soha nem próbálták meg, hogy mi van ezekben benne. Tehát, hogy mi rejtőzik benne igaz. Mert mondom neked, hogy olyan betegségek bukkannak fel, hogy oda-haza emberek soha nem hallottak. És most figyeld, én mondom, vérfrissítés kell. De ne hozzatok be olyan kutyát a berakni a magyar állományba, aminek utána nagyon nagy negatív következménye lesz. Ezt jó át kell gondolni, jó ki kell tervezni. Hogy ha megnézed, hogy 2021-ben, mert azokat a számokat tudom biztosan mondani, még 2022-re nincs vége, és várunk egy pár alom, hogy szülessen, de 2021-ben 120 kiskutya született Kanadában. 120 lepapírozott, törzskönyves kutya. Ha megnézed, hogy az adatbázisok szerint mennyi volt a világ szám, volt 544. És ezt összehasonlítod, az azt jelenti, hogy körülbelül 20% a kiskutyáknak most Kanadában született. Majdnem kitesz 20%. Krisztián, korábban említetted, hogy vannak olyan terveid, hogy a nálad bevált jó munkaképességű kuvaszokat Igen. exportálnád, vagy nevezhetjük úgy, hogy importálnád Magyarországra, és behoznál néhány kutyát, amit különösen jó munkaképességűnek érzel. Ez megtörtént, vagy ez történik? Még nem történt meg, ez a terve van, de figyeld, Erik, ez attól is függ, hogy mennyire vannak az emberek, vagy az ottani tenyésztők érdekel. Érted? Én azt mondom, mert vannak, akik azt mondják, hát a te kutyája csak magyar. Igen, az én kutyájának magyar vérvonalék van, az igaz. De a szelekció, amin mennek át, az nem ugyanaz. És ezt azt mondom, nem ugyanaz Erdélyben se, sőt, nem ugyanaz még Vajdaságban se, hogy ez a, egy áldott kuvasz állomány milyen szelekción megy át. Most mondok neked egy konkrét példát. A természetes megtermékenyítés. Mink ezt nem csinál. Én szerintem Erdélyben se senki nem csinál. Sőt, Vajdaságban se tudok senkit csinálni. De Magyarországon például ez megy végbe, elég sűrű. Elismeri fajta szelekció. De ami az igazi érték, az ugye, hogy a kutyák ragadozókkal szemben, hogy viselkednek és hogy dolgoznak. Meg ugye letesztelő a kutyának az ellenálló képesség. Mert ezek a kutyák mindent meg kell legyen. Ezek a kutyák kint kell legyen. Tehát mínusz 20, mínusz 30, mínusz 40-en kint kell legyen. Én elküldtem Észak-Manitobába egy kutyát tavaly, hogy kint kellett tartsam egy jó ideig, hogy próbáljam rászoktatni a hidegre, mert még ami nálunk is volt hideg, nem volt elég hideg, mert oda került mínusz 50. Az a kutya most dolgozik. Megkérdeztem azt a farmert, milyen a kutya. Azt mondja, figyelj, most egy éves, még él. Várjunk még egy évet legalább. Így gondoskodnak a farmer. Érted? És ez az, ami azért. Ami meg illeti a régi férvonalak, régi magyar spermákat. Figyeld, abban lesz majd csinálva párosítás, előbb-utóbb megpróbálom. Olyan szukám kell legyen, amire én azt gondolom, hogy valóban megér. Az olyan szuka kell legyen, amit leteszteltem a viselkedését, küllemileg is jó, meg ugye egészségileg is jó. Úgyhogy a szűrésé meg kell legyenek. 2017-18-ban, lehet ezt említettem múltkor, lehet, hogy nem. Ugyanezeket a spermákat én felkínáltam, és egy tenyésztővel akartam megcsinálni Magyarország a párosítást. Olyan akadályok voltak, hogy nem lehetett megcsinálni. És akkori klubvezetőség azt mondta, hogy nem lehet. Hát akkor jó, semmi gond. Értem. Krisztián, arról is hallottam, hogy valamiféle kapcsolatod alakult ki Dél-Amerika irányába, és oda is került kutyád. Ez jó információ, vagy megfelelő információ? Tényleg így van? Igen, igen. Szóval én több ideje próbálok az argentinekkel közreműködni. Egyrészt azért, mert gondolom, hogy nagyon nagy lehetőség van ott is a pásztorkutyákra. A másik rész meg ugye ott is vérfrissítésről van szó, ott is kell vérfrissítés nekik,
De úgy szintén vannak kutyák, és találsz olyan kutyákat valamikor, ami nekünk nagyon érdekes lett. Úgyhogy én például találtam most egy kant, ami teljesen más vérvonalú. De van benne Mármint rétegvonalú. Argentinában találtál? Argentinában. De olyan helyen van, hogy egyszerűen a logisztika nagyon-nagyon nehéz. Nagyon nehéz megszervezni az egészet. Gondolok olyasmire, hogy spermát leszedni például a kannak. Úgyhogy vannak ott is értékek. Most mondok neked egy példát, én amikor csináltam egy ilyen hasonló interjút az argentinekkel, és kikérdeztem őket, tudod, mindent erről a pásztorkutya világról ottan. Azt mondták nekem, hogy az ottani agrominisztérium próbál kihelyezni pásztorkutyákat, és csinálják aktívan, de leginkább maramannákat, meg pirinósokat. De volt, hogy kevertek kuvaszokat is bele, és kuvasz keverékeket kihelyeztek, és jó dolgoztak. És hát én megkérdeztem tőlük, jó, és mondjátok nekem meg akkor, hát mennyi az ár egy kutyának? Azt mondta a hölgy, hogy körülbelül 1000 amerikai dollár. Egy ilyen bevált vérvonalú kutya. Na most gondold meg, hogy egy keverék kutya 1000 amerikai dollárra megy. Egy tiszta fajta kuvasz, törzskönyves Argentinában még 500. És ennek mi az oka? Hát az, hogy azt hiszik, hogy azok a kutyák, amelyek munkavérvonalban vannak, azok munkaképes. A kiállítási kutyák, a kedvenceket, azokat nem tisztelik annyira, nem fizetnek olyan árat az agrominisztérium, hogy kihelyez. De a lényeg itt nem az, hanem az, hogy milyen lehetőség létezik. Hogyha volna kutyánk, ami munkaképes, és bizonyította, hogy munkaképes, hát akkor úgy miért keverékek dolgoznak lent ottan Patagóniába, vagy Tierra Fuego-ba, miért nem kuvaszok dolgozni? És ez csak egy példa. Figyeld, van nagyon sok hely, nagyon sok ország, ahol ugyanez az a tapasztalat. Amerikában is. Amennyire ők legtöbbje a tenyésztőknek ott, úgy mondom, pásztorkutya ellenes, vagy azt magyarázzák, hogy nincs lehetőség, ez nem igaz. Ez nem igaz, mert figyeld, nagyon sok kutyát küldök le. Nem igaz. Érted? Ha megnézed a csoportokat a Facebookon, például a Lifestyle Guardian, 39 ezer tagja volt. De hogy lehet azt mondani, hogy nincs semmilyen lehetőség erre? Ez nem így. Hát, Krisztián, nagyon szépen köszönöm, ez ismét rendkívül tanulságos volt, és hát sok sikert kívánok neked, a magam és a nézők nevében is ahhoz, hogy megtaláld azt az ideális munkavonalú kuvaszt, aki mindenhol megállja a helyét, és hogy tovább tudjál menni azzal a vonallal a későbbiekben, plusz ezek a kutyák eljussanak sok helyre a világon, és mondjuk Magyarországra is. Köszönöm szépen a Köszönöm beszélgetést. én.